On the beat so twinkin', bitch. Na gyerekek, újra itt vagyunk a FIFA 15-tel, és akkor folytatódjon a karriermód a Manchester City-vel. Valamit el kell mondanom, hogy följöttem videón kívül, és hát vettem kölcsön, kértem kölcsönt, egy kis pénzt. Hát nem kicsit, mert megmutatom mennyi van. Azt hiszem itt lehet látni, igen, ott van. 151.923.500 eurón van most. 140 valány eurót, 140 valány ezer, vagy millió eurót, bocsánat, 140 valány millió eurót adtak. Nem tudom egyébként, hogy hogyan tudtak ennyit adni, de ez van. Meg a listán, hát ezeket a játékosokat szeretném majd megvenni. Őt úgy fogom megvenni, hogy Caballeroval cserélek. 15 éves kapus, nem tudom egyébként, hogy milyen fajta, vagy hogy mennyit ér. Akkor menjünk tovább. Danilo, Otamendi, Hammers, Gaia, Vidal, Royce, Isco és Eduardo Vargas. Ezeket a játékosokat szeretném tehát leigazolni. De hát ugye még nincs itt a téli játékozási szezon, úgyhogy addig nem tudom őket megvenni. Azt mondja, hogy a klisit is kirökjük a listára. Ő sem fog kelleni. Hát Yaya Touré-t nem tudom, hogy megtartom, mert majd meglátjuk. David Silvát is eladom. Az ő helyére fog jönni majd mi a neve? Royce. Jó, most eszembe jutott. Fernando. Hát télen remélem már el tudom adni, mert most én nem igen. Hát Caballerot akkor nem rakom ki. Szárnya is lassú, de viszont, vagyis hát kicsit már öreg, 31 éves, annyira nem öreg, de azért öregebb, vagyis hát fiatalabb, nem. Mi az, hogy nem fiatalabb? Én azt hittem, hogy Zabaleta az idősebb. Ez szint mégse. Tehát ennyi játékosom kimonal is szán, ebből ennek a fele fiatal, hanem több része, hát csak a fele. Igen. Na hát akkor ennyi. Tehát őket akkor, akiket mutattam, azokat leszeretném igazolni a téli játékozolások alatt. Ezért is kértem föl kölcsönt. Szóval akkor szerintem induljon Tottenham elleni mérkőzésünk. Olyan lesz a csapatunk, hogy Aguero, Sterling marad a csatársor, és Dzeko helyére fog jönni majd. Vagy Dzeko, nem tudom, hogy kell, hogy mondják, Dzeko. Ő helyére fog jönni Eduardo Vargas, tehát aki pótolja majd Aguero-t vagy Sterlinget, ha lesérülnek. Kapus az marad Hart, és Caballerot ugye lecserélem arra a Scuffet, vagy nem tudom azt, hogy kell mondani a nevét. Akkor Demi Hayes, ő is azt hiszem a listán van már. Kolárovot is eladjuk. Habár várja. Várjál. Kit raktam a listára? Várjál, először idejre megyünk. Kolarov is ott van, akkor Klisit én leveszem a listáról, hogy ő maradjon inkább meg. Hát, ja. Kicsit azért jobb. Meg ez a Gaia, ez nem tudom, hogy hányas lesz, mert most de lejátszuk a Tottenham elleni mérkőzést, és utána tudjuk majd megnézni, hogy ezek a játékos, nem tudom, felfedezők, jó van.
Nem tudom akkor most, hogy mit mondjak, hogy az, hogy is van pontosan, hogy mi a nevük. Hogy ugye azok segítenek, és akkor megnézik, hogy mennyit érnek, meg hogy vagy hát azt a klubtól kérdezik, hogy mennyit kérnek érte, hanem hogy milyen az értékelése, tehát hogy milyen a minősége. Ó, bakke! Ez szép volt. Egyébként Company nagyon jó játékos, tehát ő semmiképp sem fogom eladni. Előző meccsen is, mert nem tudom, lehet, hogy pont lehet, hogy nem pont az előző, hanem az előtti, lehet, hogy az Arsenal elleni meccsen, ott is nagyon nagyokat mentett, de a City ellen is az. A City ellen, Chelsea ellen is nagyokat mentett, azt hiszem. Az kész volt, Spori! Hiszen be van állítva a kezdés, akkor miért nem fújja le? Full egyértelmű volt, te. Ja, Istenem. Ejj, mekkora szerelés, csak nem marad nálunk a labda. De ne! Hát nem hiszem el! Ez mi a rák volt? Egyszer megnyomtam és 20 percen keresztül húzza vissza. Persze, egy... Istenem, most ezért kerülök hátrányba. Jogos 11-es miatt, amit a csicska védőm harcolt ki a semmiért. Hártól most kivédem. Dombjá jobb lábas, akkor oda rúgja. Fúli! Júj! Júj! Fölé rúgtott, barátom! Vissza se játszok, nem érdekel, mert ez olyan csúnya 11-es volt. Igen, kihagyta a 11-est! Indulj el! Az de szép pedig! Júj! Pedig benézte a védő, bakker! Nem, kevésen múlott. Csak hosszú volt a labda, az volt a baj. Nem igaz, te! Kihagyta a tizit! Júj! Pedig pont a másik irányba vetődtem, azzal zavartam meg, látod? Jó kapu szemmel vitt. Igaz, nem oda néztem, de attól még szemmel vittem. Hova? Hülye gyerek. Mit dobálod magad te? Utána meg én is eresek a fűszával, csin. De mi? Persze mindjárt kiarcolunk még egy tizét, hallod? És nem volt kint, szólj az Istenbe. Én kint láttam, csak azért. Az aztán a becsúszás. Szárnya. De hosszan tolja meg, hát nem hiszem el. Na, szép játék. Az is jó. Nem volt le Sterling. Beleértek a lövésbe, hol láttam, blokkolták. De így is gyönge volt. Még egy próbálkozás volt Raheem Sterling részéről. Jó, de az a mozdulatok, aztán mindjárt lövök a labdát. Ezt mondtam, te ez milyen? Ez mi volt? Nem is nyomtam semmit, hogy elhagyja. De azért vagy luftot rugod, vagy csak is simán elhagyta. Nem szabadulás. Kell védekezni. Ez igen. Na azért mi jövünk? De hogy lehet? Ez indító gombot nyomtam, hallod? Hát mi ez? Úristen! Kéz! Spori azért... Most már igazán lefújhatnád a kérdéseket. Ez egy szép passz volt, öcsém. Utóban kap egy sárgát. Köszönjük! Ez a Spori. Na. Jó, nyomjuk már. Ó. Szárnya. Semmi nem volt, Spori, hát. Simán kirakja a kezét és labdát szerez, és szabályos, érted?
Ez igen. Szép volt Bél, mi dobunk? Megijesztette a... Spurs játékosát. Jól, megint mi dobunk. Nem csak az is ijedhetnél. Szép lehet. Ez gyönyörű játék! És Nasser elől kivágják. Kisi pedig föléveri a labdát a semmire. Ez igen, ez mint a kapralövés is volt. Még ez nem fölívelt labda akart lenni egyébként, mert a... A izét mondtam, a... Az emelt passz gombot, tehát a löbbölt paszt. Jó, bakker. Ja, nem is állítottam támadóra. Úgy már érthető, hogy miért nem tudunk rendesen támadni. De bakker, mi ez? Szép játék Sterling a labdával. De gyere már ott, hülye gyere. Sterlinget észreveszi Aguero. És röviden indított. Ott marad a labda, Sterling. Yaya Touré. Yaya Touré belövi. Igaz, nem maradt egy Liverpooli. Tottenham játékos. De utána fölkelt, és Yaya Touré berúgta. Rájött a védő, aki ott feküdt. Hogy mivel Yaya Touré-nál van a labda, ezért inkább föl kell. Igaz, már későn. Pont azt milyen sportszerűség... Sportszerűtlenségnek is. De hát utána föl kell a játékos, tehát nem volt baj. Jogos a gól. Érvényes. Szép kereszt, mert David Silva kapta. Sterling! Nem tud úgy átvenni, hogy meg tudni iramodni. Megszerzi a labdát most, City. Silva. Ez egy csel akart lenni, csak nem jött be. Hát a bakker Mangere, ez milyen csel volt? Most pedig Dumbia megint ült a labdával. Company ma megint. Ez mi ez? Nasri. Szépen tovább Yaya Touré kapja a labdát. Yaya Touré még mindig. Nasri találja meg. Nasri pedig David Silvát. Jön a beadás. Ott lehet fejelni. Gól! Aguero. 2-0-ra vezet a Manchester City az 56. percben. Meghajolnak Sergio Aguero előtt. Rosszul jött ki a kapujából, Hugo Lloris. Francia. Eddig szép egy érintő, és még mindig egy érintőben játszanak, és még mindig. Meg még mindig, és még mindig egy érintő. Hát most már nem. Most már labdát veszítettek volna. A közönség már héjezett. Biztos tetszett nekik. Aguero. Nagyon szépen tovább Aguero. Leborítja. Sterling kihagyja üres kapura. A védőbe rúgta bele. Mit hagyott ki Raheem Sterling? Yaya Touré pedig szerintem ezt nem tudom, hogy akarta. Ez nagyon szép mozdulat volt. Aguero pedig már elindult volna befelé, de megelőzték. Visi szépen becsapta a védőt így. És jobban a középpályást. David Silva beadja. Aguero fejel, és oly, mekkora védés, Lloris.
Hú! Bocs, már Friedel? Én kapus cserétek, vagy mi van? Az első fél időben, mintha izé lett volna, nem? Csak én láttam, rosszul lehet. Company. Company lő. Nem tudja megfogni. Friedel. Ja, mondjuk azért tényleg a Joris az nem kopasz. Csak nem tudom én mit láttam. Mikor mondtam. De akkor még nem tűnt fel, hogy nem írta a nevét, aztán akkor nem láttam, hogy nem ő. De miért ők jönnek, hogyha föltart? Spori. Gondolkozzunk már, ahol mi is cserélünk. Nászri lemegy. Jön helyére. Navas és Navas Turéval helyet cserél. Klisjeére följön. Felviszem Kolárovot. És Aguero lejön és fölmegy Gyéko. Sterlingen rugott nyakorok egy gólt. Csoda, hogy most nem akar még laggolni. Krebs miatt az egész gépezet. Ez hosszú. Viszont ott van még Silva, menjünk. Menj. Úgy visszaállunk szinte védekezésre. Csak most én még nem figyeltem ez miatt. És jön a beadás. És ott a fejes is Hart. Hátra kellett mozdulnia, mert átfejelték fölötte egy kicsit. Úgy már Jaja Touré a labdával. Szépen kéteszi Silvának. Silva visszatenni Jaja Tourénak. Jaja Touré megszerzi a 16-oson belül a labdát. Jaja Touré, nem tudom kimondani a nevét. Jaja Touré. Belelőtte a kapusba. És így könnyen ki tudták már vágni a gólvonal elől, jóval. Kaput talált. De nem volt jó. Azt mondja, simán kim volt Spori. Hát mi ez? Jön egy beadás. Kifejelik a védők. Gyilko elindul a labdával. Persze, jó lenni, ő marad lenne, akit csereként hozok föl, hogy izé Aguero-t vagy Sterlinget pótoljára ő sérül le. És mondjuk most a következő meccsen. De mi a rákba estél el, Silva? Visszahúz! Piros lapot! Piros lapot, Spori! Adja neki pirosat! Sárga! Utolsó ember volt, bakker! Dembélé, hát nézd meg, ott húz. Rám csúszik hátulról. Ez nem piros. Ez nem piros. Hát hol dényére már rég pirosat kapnék. 11-es. Aguero már nincs fönni, Jaja Tourénak kell elvégeznie. Ezt most fölvarom, üzomból. Jaja Touré belőtte. Egy kicsit hegedű Jaja Touré. Hogy nézzük már ki. Szépen megküldte Jaja Touré. Kapu pedig meg sem moccant. Gyéko ment hátra védőnek, hogy előre kifejelje onnan a labdát. Bocs, az nem ő volt akkor. Tévedtem, elnézést. Gyönyörűen kapja Navas. Visszahúzom még egyet. És vége a mérkőzésnek. 3-0 nyert a Manchester City Tottenham ellen. Aguero. Jaja Touré, és nem tudom, még kirúgta a gólt. Most tényleg elfelejtettem, de nem baj. Na, 8 millió euróért el tudnám hozni azt a izét. Na, Danilo 15 millióért, oké.
Zapalitának lejárt az eltiltása. Hát én akkor felhozom őt a kezdőben, engem nem érdekel. Ez a szárnya, ez úgy kiharcolta azt a 11-est az ellenfélnek, amit kihagytak. De ettől függetlenül nagyon nagy hiba volt. De ma megint nem működik. Bezzeg a korral, meg igen. Na. Akkor mehetünk tovább, következő videóban. Na. Belgáktól jött egy... Én most nem akarok izét válogatottat, én most csak a City-vel fogok foglalkozni. Következő mérkőzésünk. Na, portugáloktól is jött egy. Nem megyünk el oda. De még Hill is fit, akkor 33 évesen itt. Na, azt mondja, hogy följöttünk a negyedik helyre. 15 pontunk van. A Newcastle az első, hallod? Liverpool a második. A United a harmadik és a City a negyedik. Ötödik a Chelsea. A Newcastle United-nak 22 pontja van. Tehát egy X-e volt, a többi mint győzelem. Na, Aguero most már vezeti a góllövő listát, hál' Isten. És... A West Ham ellen szerintem nem játszok le, hanem skipelem. United-del X-elt. Akkor itt valami lesz. Touré sérül! Ne! Ne, hallod, ne! Na. Akkor nézzük. 77-es a Danilo, az jó. Akkor ő kell. A kapus 71-es. Hát ez így kérdéses, 8 millió eurót megére. Meg fogjuk venni ettől függetlenül, nem érdekel. Oké. 5 hetet kihagy. Ne. Ne, 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 ne. 5 hétig kidőlt. Jajá, Touré. Édes Istenem. Jó van. Megjegyeztem, kedves FIFA. Lampard meg visszavon, és az utolsó pár meccsen van játszatni. Nem, most fogom játszatni. Lampard. Lampardot. Ez a meccsen most már játszani fog. Frank Lampard a következő. Ó, Chelsea ellen ez milyen meccs? Capital One Cup. Kupát lejátszuk. Ide rakok fiatal játékosokat. Cavairo kapus. Vagyis hát ezeket a gyöngébbeket. Nekünk most nem lesz ez olyan fontos, ez a... izé. Ez a... mi a neve? Kupa. Itt most a gyöngémbe fognak játszani. Ó, ez 69, és akkor inkább ezt játszhatjuk jó pártvédnek, ezt a bolyátát. Védő azt mondja, hogy bal középpályás. Jó lesz így. Ha már nem, de. Itt a gyönge Milner lesz Bél helyett. Lampard benne lesz a kezdőben. Így ez jó. De Mikélis is a kezdőben lesz. Kolárov is bal hátvédként a kezdőben lesz. És Nasri helyett fog játszani. Ki játszon helyette? Ő. Jó. Ezzel a csapattal fogjuk tehát lejátszani a Chelsea elleni mérkőzést. Hát meglátjuk, hogy mennyi lesz. És hát a skipeléssel. Na nézzük, mennyire kapunk ki. Kettőre nyerünk! Lampard gólt lőtt! Na. Philippe Lowe is lesérült a Chelsea-nél. Azt mondja, hogy... Jako rúgta a 73. percben a gólt, az 87-ben pedig lesérült. Vagyis a 87-ben rúgta Fabregas az egyenlítő gólt, és a 107. percben
11-esből Frank Lampard belőtte. És a következő mérkőzésünk a Manchester United ellen lesz. Ez majd jó lesz. Motiváljuk a játékosokat. Na, kaptunk 5000 eurót. Ez aztán mennyiség. Ja, csapatodnak azért vissza kéne állítani, ne, ezzel a csapattal nem fog felállni egy izével. Egy... Manchester United ellen. Így. Oké. Aguero. Company. Mangala az maradhat. Oké. Így. Kik vannak itt még? Ja, Silva. Meg akkor Nasri. Ide. Így. Most is Lampard fog játszani. Más akkor itt azt mondja, hogy nincs. Ennyi elég. Hát Lampard kicsit elfáradt a mérkőzésen, de nem baj. Most már talán kicsit felfrissült. Hát nem sokkal, de azért igen. Klisi fölment 81-esre, Silva fölment 88-asra, B még 87-es, Campbell 87-es ugyanúgy, Sterling maradt 80-as. Hát következő videóban akkor a Manchester United ellen fogunk játszani otthon, így tehát lerázhatjuk őket magunkról, hogyha nyerünk. És majd a Newcastle United ellen is kéne játszanunk, bár megnézem azért, hogy várjál, kalendáriumot nézzük. Október, játszottunk-e már a Newcastle ellen? Nem ez szó, ez mi volt ez? Southampton. Augusztusban. Ja, akkor játszottunk már a Newcastle ellen sajnos. Szóval ezt a meccset így már nem tudjuk majd visszahozni. Ja, hol is a izét? Persze nem fogok eddig izé szimulálni mindent. Azt benézted. Na. Hogyha tetszett a videó, mert vége van, akkor lájkoljatok és iratkozzatok fel. Én pedig köszönöm a figyelmet. Következő videóban a Manchester United-dal fogunk játszani. Hazai környezetben, tehát kéne hozni azt a meccset, hogy le tudjuk őket rázni magunkról. És ja. Akkor ott találkozunk. Köszönöm a figyelmet. Én nem voltam. Na, sziasztok. Na 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 na